A napokban olvastam egy nagyon érdekes megközelítést, miszerint a civilizációs táplálkozás egészen biztos, hogy mindenkinek az egészségére káros. Van, akinek hamarabb, ők a klasszikus értelemben vett beteg emberek, és van, akivel pedig szépen lassan, hosszú távon végez. De aki nagyon bátor, kijelentheti, hogy ez egészségtelen, és ez így van. Aki kevésbé, az mondhatja, hogy fogalma sincs, hogy mit teszünk, mert sokszor már felismerhetetlen. Megeszünk egy üvegbe egy narancssárga krémet. Kijelenthető, hogy köze van a civilizációs betegségeknek ehhez a nagyon furcsa táplálkozáshoz? Egészen biztosan köze van a táplálkozásnak és a táplálkozás minőségének azokhoz a népbetegségekhez, amiket tapasztalunk manapság. Ide tartozik a kettes típusú cukorbetegség, a metabolikus szindróma, hogy általában, és azok az emésztési zavarok, diszpepsziáknak titulált problémák, amiknek a nagy része szekunder érzékenység, de vannak közöttük valódi primér ételintoleranciák vagy allergiák is. Más az élelmiszerekkel szembeni elvárás ma, mint akár 100 évvel ezelőtt. Tehát 100 évvel ezelőtt nagymamáink, dédnagymamáink ugye házilag elkészítették a tojásból a tésztaféléket, ma bemegyünk az üzlethálózatba és levesszük a polcról. Ugyanilyen elvárás az, hogy egy élelmiszer legalább 1 évig, vagy akár 2 évig elálljon, és minőségét megőrizve fogyasztható legyen. Ezt nem lehet elérni másként, csak úgy, hogy valamilyen adalékanyagot, tartósítószert, egyéb anyagokat kevernek hozzá. Naponta átlagban 20 percet tölt egy magyar háziasszony azzal, hogy élelmiszerből, alapanyagból ételgyárt, és ez borzasztóan kevés. Én tudom, hogy mindenki nagyon szalad, és rengeteg a munkája. Ennek ellenére mindenkit arra biztatnék, hogy próbáljon meg minél több nyersanyagból, általán megvásárolt nyers alapanyagból ételt előállítani. Vannak ezen kívül olyan molekulafélességek, amelyek a szervezet számára eszenciálisak, és amelyek hőre, különböző kémiai behatásokra, oxidatív stresszre bomlanak. Éppen ezért jelentős az, hogyha figyelünk arra, hogy ha már ezeket az alapanyagokat szeretnénk használni, akkor azokat hogyan iktatjuk be az étrendbe, milyen módon, hogyan dolgozzuk fel őket a saját konyhánkba. A kenderolaj, különösen a csíráztatott kendermagból hidegen kisajtolt olaj, rendkívül értékes anyagokat tartalmaz. Ugye már beszéltünk korábban a benne lévő fehérje mennyiségekről, az eszenciális aminosavakról, de ásványi anyagokban, vitaminokban is rendkívül gazdag. Ezen kívül ugye rendelkezik azokkal a többszörösen telítetlen anyagokkal, amelyek a szervezet számára létfontosságúak. Ugyanígy a lemmagolaj is. Ezeket az olajokat javasolt akár egy salátaöntetben való elhelyezésük és felhasználásuk, akár az elkészített étel tetejére. Például egy idős ember szerves, kálciumban gazdag mákolajból tesz a saláta öntetéhez, vagy tesz a valamilyen húsra például, amit elkészített már sütés-főzés után, akkor az bizonyára be fogja tudni megfelelő állapotban vinni a szervezetében. Bizonyított, hogy az így előállított organikus gazdálkodásból származó termesztett növények sokkal több makro- és mikrotápanyagot tartalmaznak, mint a konvencionális gazdálkodásból származók. Ennek elsősorban az az oka, ugye, hogy az így pihentetett, 7 éven keresztül pihentetett talajnak a mikroflórája a sokkal közelebb áll ahhoz a flórához, ami biztosítja ezeknek a tápanyagoknak a felszívását a növény által. Nem tartalmaz olyan maradványszereket, amelyek a konvencionális gazdálkodásban a termőföld tartalmaz. Arra kell nagyon odafigyelni, hogy ezeket viszont napi szinten érdemes beiktatni az étrendünkbe. Tehát, hogyha valaki eljut odáig, hogy ő valóban szeretne egészségesen élni, akkor próbáljon kialakítani egy olyan étrendet, hogy mondjuk minden reggel fogyasszon olyan gabonafélékből egy keveréket, vagy egy olyan olajkeveréket,
ami tartalmaz ezeket az értékes tápanyagokat. Korábban beszélgettem egy orvossal, aki azt mondta nekem, hogy ha egy kémcsőbe bedobunk egy anyagot, meg egy másikat, akkor megtanultuk a kémia órán, hogy abból lesz egy harmadik, hogy mindenképpen történni fog valami abban a kémcsőben, és szerintem nem mi legyünk az élő lombikok.